tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatold az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a szubzsáner. Avagy a kedvenc könyves műfajom, a sci-fi. Üdvözlök mindenkit, ez itt a szubzsáner, én pedig Imanics Riegel Claudia vagyok. Na hát, ahogy az előző adásunkban ígértem, a mai szeptemberi adásban egy kicsit kikacsintunk a sci-fiből a fantasy világa felé, ugyanis nem másról lesz szó, mint a Gyűrűk uráról, és ez alatt most alapvetően a trilógiát értem. És hát ennek az aktualitása tulajdonképpen az, hogy ugye most nemrég indult el a Hatalom gyűrűi című sorozat, amit én bevallom, még nem láttam, olvastam már róla mindenféle kritikákat, hát rengeteg félét olvastam, jót is, meg kevésbé jót is. Én azért egy kicsit reménykedem benne, hogy talán jó lesz, de egyelőre megvárom, amíg lemegy az egész adás, és majd utána megnézem egyben az egész évadot. Hát, ha ti már láttátok, akkor azért megírhatjátok nekünk kommentben, hogy hogy tetszettek nektek az eddigi részek. És akkor nem is szaporítanám tovább a szót, bemutatnám e havi vendégünket, aki nem más, mint a férjem, Ivanics Ferenc. Szia! 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 Üdvözlöm a kedves nézőket! Na hát, örülök, hogy vállaltad ezt a mai adást, és hát nem titkon azért őt kértem meg, nem azért, mert a férjem, hanem azért, mert amióta ő megismerkedett a Gyűrűk urával, majd mindjárt el fogja mondani, hogy hogyan, azóta nekünk rengeteg beszélgetésünk volt arról, ami tulajdonképpen a mai adás témája is, hogy vajon sci-finek tekinthető-e a Gyűrűk ura. Na hát először is arra szeretnélek megkérni téged, hogy kérlek, meséld el a kedves nézőknek, hogy te hogyan találkoztál a Gyűrűk urával, mert hiszen te alapvetően inkább sci-fi és nem fantasy rajongó vagy. Igen, így van. Igazság szerint én nagyon sokáig nem voltam hajlandó fantasy-t olvasni, viszont egész gyerekkoromban szerettem a science fiction mellett a fantasy történeteket is, de hozzáteszem, hogy még sci-fit olvastam, a fantasyval mindig úgy voltam, hogy az csak sorozatban vagy filmben látom szívesen, illetve fogadom be. Így aztán igazság szerint én már korábban is találkoztam, amikor ugye megjelent, már szerintem bő 20 évvel ezelőtt a Gyűrűk ura film kijött annak idején. Talán majdnem a Harry Potter, első Harry Potterekkel párhuzamosan jöhetett ki. Megmondom őszintén, tetszett. De annyira nem nyűgözött le, hogy el is olvassam. Aztán ugye megismerkedtem veled, és az egyik talán névnapodra megvettem neked a Hobbit című, hát mondhatjuk úgy, hogy előzmény kötetét a Gyűrűk urának, és emlékszem, hogy valamiért nem találkoztunk aznap, amikor én ezt oda akartam neked adni, és ott volt nálam a könyv, és unalmamban elkezdtem beleolvasni, és addig-addig olvastam, míg ki nem olvastam a Hobbitot. Elmondom, milyen jópofa kis történet, nagyon-nagyon tetszetős és érdekes, és akkor miután találkoztunk, ugye elkértem tőled a trilógiát is, hogy szeretném elolvasni, és hát igazság szerint hatalmas élmény volt, és ugye ezt követően olvastam el a Silmarillokat is, és hát én mondhatni azt, hogy így váltam Gyűrűk ura rajongóvá, és érdekes, hogy a filmet alapvetően nem igazán kedvelem, vagy legalábbis nem rajongok érte annyira, viszont a regény az számomra az egy teljes mértékben lenyűgöző és hihetetlen világot bemutató alkotás. Ráadásul ugye, ha jól emlékszem, a Göncz Árpád féle fordítást tudtam olvasni, és lényegében minden egyes mondat, amit olvastam, az egy
az egy gyönyör volt. Tehát tényleg egyszerűen egy fantasztikusan megírt könyvről van szó. Én még a sci-fi rajongóknak is ajánlani tudom, mert olyan szintű mélységek vannak benne, és olyan szintű filozófia és tudás bújik meg mögötte, ami akár egy Isaac Asimov vagy egy Frank Herbert univerzumban is simán megállná a helyét, és univerzum építésben szerintem ugyanazon a helyen lehet őket elhelyezni, mint a Dűne univerzumot, vagy Isaac Asimov robot, illetve birodalom univerzumát, de lehetne még itt sok-sok más kitűnő science fiction univerzumot említeni. Tehát én úgy gondolom, hogy a Gyűrűk Ura ez egy méltó helyet követel magának ebben a fantasztikus fantázia univerzumban, ha úgy tetszik. Na igen, az univerzum építésről még mindjárt beszélünk. Előtte azért én is elmondom, hogy én hogy ismerkedtem meg a Gyűrűk Urával, mert hogy én meg alapvetően inkább fantasy rajongó voltam, már gyerekkoromban is, nagyon szerettem a mindenféle fantasztikus történeteket, és hát talán a korombeliek, tehát ez a korai 30-as korosztály még emlékszik, hogy a rengeteg ilyen tini lányoknak szóló magazin között azért bújtak meg olyan magazinok is, amik kicsit komolyabbak voltak. Nekem nagy kedvencem volt, ha jól emlékszem, Oké magazin volt a neve, ami kifejezetten egy vegyes korosztálynak szólt, és nagyon vegyes témákkal, tehát mindenféle tudományos dolgok is voltak benne, de voltak benne, mindig voltak filmeknek a bemutatása, és én tulajdonképpen egyrészt ebben a magazinban találkoztam először magával a Gyűrűk Urával, tehát bemutatták, hogy mi ez, hogy ez egy adaptáció, kinek az adaptációja, a karakterek kicsodák benne, és a többi, és a többi. Illetve nálunk, ahol mi lakunk, a mellette lévő kisvárosban, akkor nyílt meg a Tesco. És emlékszem, hogy anyám vitt el a Tesco-ba, és akkor még az ilyen bevásárló központoknak a legelején voltak ugye a különböző ilyen, tehát a tévék, még akkor lehetett ugye DVD-t kapni, még talán VHS-t is, tehát az összes ilyen dolog az mindjárt ott a bejárat után viszonylag hamar kapott helyet, és ugye mindig az aktuális moziba kerülő filmeknek a trélerét ott vetítették ki, sőt mindenféle ilyen promós anyag is ki volt téve, és pont a Gyűrűk Ura ment az egyik ilyen nagy képernyős tévén, méghozzá a nyitó jelenet, tehát ugye ami még a gyűrűháborút, illetve Sauronnak a legyőzését mutatja be, illetve ugye, ahogy Isildur végül is megtartja a gyűrűt, és ez az első körülbelül 5 percet adták ott a tévében. Én meg hát voltam 12-3 körül, és hát szó szerint hát ott szájjal bámultam, és utána ránéztem anyámra, és azt mondtam neki, hogy nem nagyon szoktam itt semmit se kérni, hogy vegyetek meg nekem, de ennek a filmnek a VHS-ét, vagy a DVD-s kiadását azt úgy szeretném. Hogy azt hiszem, ez akkor már nem is a mozikban ment talán, hanem DVD-n. Tehát én az első részt azt nem is láttam mozikban, csak a másodikat, meg a harmadikat sajnos. Úgyhogy nekem ez volt a legelső találkozásom a Gyűrűk Urával, hát első, tehát szerelem volt első látásra. No, akkor beszéljünk az univerzum építésről. Ugye az univerzum építés, ahogy mondtad te is, valóban az összes nagy írónál tulajdonképpen megjelenik, és nekem van egy ilyen kis, hát mondjuk azt, hogy vesszőparipám, az univerzum építésre, illetve a nagy ismert szagáknak a levezetésére, ez pedig tulajdonképpen a mese. És itt most, mint a magyar népmese például, az ilyenekre gondolok, de alapvetően a meséknek és az európai meséknek a fő alapja azok vagy a német mesék, tehát ez a Grimm nyomán származó gyűjtések, vagy pedig kicsit átmenve Ázsiába az orosz népmesék. És egy orosz népmese kutató
írt egy tanulmányt tulajdonképpen arra vonatkozólag, hogy a meséket milyen vonalra lehet felfűzni, mik azok az alap dolgok, amik minden mesében megjelennek. Na most az univerzum építők ezeket használják fel. Ezeknek mi nem is biztos, hogy a tudatában vagyunk, és igazából mi most itt készültünk egy ilyen elemzéssel, és tulajdonképpen három nagy szagát, igaz, hogy az egyik az nem könyv, de három nagy szagát fogunk górcső alá venni: a Star Wars-ot, méghozzá az eredeti trilógiát, a Harry Pottert, és ugye természetesen a Gyűrűk Urát. Ebben ugye van két klasszikus fantasy, tehát a Harry Potter és a Gyűrűk Ura, ezek teljesen más vonalon működnek, illetve ugye a Star Wars, ami pedig, az sem science fiction, majd egyszer erről is szeretnék egy adást, hogy science fictionnek minősül-e a Star Wars, az sem a szószoros értelmében science fiction, inkább jobban közelít egy űrfantasyhoz, de majd egyszer erről egy másik adásban beszélünk. No, igen? Egyébként szerintem a kozmikus tündérmese illene rá a legjobban, ez a meghatározás. Igen, tehát itt akkor még maradunk a fantasynál. No, ugye minden mesében mi az alapkoncepció? Hát természetesen a jó és a rossz harca. Ugye a Csillagok háborújában ez a ugye sötét oldal, világos oldal, és akkor innentől kezdve a Harry Potterben, meg a Gyűrűk Urában is ugyanúgy ugye a jó és a rossz elemek harca, ezen nem is nagyon kell nagyon sokat lovagolni. Hanem akkor kezdjük magával a főhőssel. Ha egy tisztességes népmesét elolvasunk, akkor általában azt látjuk, hogy a főhős az sosem valamilyen elsőrangú, jó pozícióban lévő személy, hanem ha valami uralkodó is, akkor biztos, hogy ugye itt a harmadik kis királyfi szokott előfordulni, vagy pedig valamilyen parasztlegény, és hogyha már ugye a Star Wars, Harry Potter, Gyűrűk Ura vonalon haladunk, akkor ugye árva. Ugye a Csillagok háborújában ott van Luke, a Harry Potterben ugye Harry Potter, nyilván, a Gyűrűk Urában pedig ugye ott van Frodo, aki ugye árva, és a nagybátyja Bilbo neveli, akiről tulajdonképpen ugye a Hobbit szól. Ugye most alapvetően, mint mondtam, a Gyűrűk Urával, tehát az eredeti trilógiával, itt is mondhatom azt, hogy eredeti trilógia, fogunk foglalkozni. Azért azt gyorsan elmondom, aki esetleg annyira nem ismeri a magát a műveket, hogy a három nagyobb része lehetne bontani Tolkiennak a munkásságát. Ugye a Silmarillok, ami egy novellás kötet, ennek most látjuk ugye a végének a megfilmesítését a hatalomgyűrűi formájában. A Hobbit, erről ugye szintén Peter Jackson csinált egy trilógiát, bár ne tette volna, mert az már nekem se tetszett, és ugye a Gyűrűk Ura, amiből szintén Peter Jackson kezdte ugye a trilógiát, ami viszont azért alapvetően jó volt. Na, aztán beszéljünk sokkal érdekesebb a mentorokról, mester, mágus, vagy valamilyen bölcs. Csillagok háborúja eredeti trilógiájában Obi-Wan Kenobi, aki ugye segíti Luke-ot az első részben, de meghal. Harry Potterben Dumbledore szintén meghal. Gyűrűk Urában pedig Gandalf, aki az első részben szintén meghal, de ugye aztán majd visszajön. Na mi a közös a három mentorban, azon kívül, hogy mindegyik meghal, hanem hogy hal meg? Ezt most áldozatot kérdezem. Hoznak. Áldozat. Tehát ez egy nagyon fontos szerintem momentuma mind a három történetnek, és ettől lesz súlya annak, amit tesznek. És ugye Gandalf, ugye, ha belegondolunk, akkor Gandalf is és Obi-Wan is visszatér, csak más-más formában. És igazság szerint én úgy látom, hogy valószínűleg ezért is lett akkora sikere magának a Star Wars-nak is, most csak egy kicsit kikacsintok a Star Wars-ra, mert vehetjük úgy is, hogy egy kicsit a Gyűrűk Urának a fogásait vették át. Mert biztos vagyok benne, hogy, hogy,
hogy a készítők, mondjuk Lukászék, valószínűleg ismerték, más nem akkor a könyveket, nyilván, mert akkoriban még csak a könyvek voltak hozzáférhetők. Ha jól tudom, egyébként abban az időben születtek még rajzfilm feldolgozása is a Gyűrűk urának. Ettől függetlenül úgy érzem, illetve úgy látom, hogy itt abszolút működik az, hogy a már jól bevált, mondjuk népmesei elemeknek a felhasználásával. Tehát amik beépültek a kultúránkba, tehát a saját kultúránk részévé váltak, azokat az elemeket használják fel, és mi, kicsit vissza is lehet térni egyébként a jó és a rossz ábrázolására, mert rengeteg műben, illetve sok műben árnyalják. Tehát nem biztos, hogy annyira rossz az a rossz, nem biztos, hogy annyira jó az a jó, de itt egyértelmű, itt nem kell gondolkodni sem az olvasónak, sem a, úgymond a mozinézőnek, hogyha most a mozi verzióját nézzük a Gyűrűk urának, hogy azok a karakterek jók-e, vagy rosszak-e, vagy hol állnak éppen, milyen pártot foglalnak el, hanem egyértelműsíti őket. Tehát szintén, mintha csak a magyar népmeséket látnám. Tehát ott is a jó, a gonosz, gonosz. És ráadásul ezek ilyen úgynevezett archetípusok, ha belegondolunk. Tehát, mint ahogy te is az elején fogalmaztál, ugye a harmadik királyfi, vagy a parasztlegény, ugyanaz Luke is, hát egy párafarmon él Harry Potter, meg egy lépcső alatt húzza meg magát. Hát Frodo meg ugye tudjuk, hogy Bilbo gondozásában él. Hozzáteszem, ő egy relatíve védett életet él még így is. Tehát, igen, hármok közül ő járt a legjobban. Igen, tehát hogyha belegondolsz, akkor Frodónak egy ettől függetlenül, tehát a regényből is kiderül, hogy egy egész kellemes fiatal kora volt, ráadásul ugye az ő népe, az ő kultúrájában a pihenésnek, a rekreációnak, a közösségnek hatalmas szerepe van, illetve nagyon nagy hangsúlyt kap. Még kultúrája? Nem kultúrát keresek, hanem az ő szociokulturális háttere is teljesen más alapot biztosít ennek a főhősnek. Tehát nagyon fontos ugye a családi háttér, hogy hozzáteszem, Luke is egy szerető családban nőtt föl. Igen, tehát, egyedül szegény Harry ilyen rosszul járt. Így van, de mégis ugye most Frodóra visszatérve, lehet, hogy Frodónak segített is a legsötétebb óráiban, amikor már feladni kényszerült a dolgokat, és ugye kezdte hatalmába keríteni a gyűrű is, mint egyfajta drog. Egyébként föl is lehet fogni a gyűrűt valamilyen drogként, mert függővé teszi magát, a használóját. És igen, ezt ugye Gollamon jól láttuk. Igen. De már Bilbón is. Gollam, mint egy kiégett drogos, körülbelül úgy néz ki, ki vannak hullva a fogai, bármire képes az anyagér, tehát bármit képes megtenni. Tehát akár még így is föl lehet fogni a gyűrűt. Aztán ugye itt megint lehetne párhuzamokat vonni a dűnében lévő melanzsal, hogy lehetne akár összekötni a kettőt, mert ugye mind a kettő valamilyen szintű hatalmat ad. Igaz, hogy a gyűrű azért az egy sokkal komolyabb, látszólag komolyabb hatalmat ad, de mégsem, mert ugye eszközzé válik maga a használója, ugye a fő gonosz számára, aki ugye próbál visszatérni. És ugye itt is a háttérben meghúzódó főgonosz motivuma milyen érdekes. Tehát, igen, hogyha megfigyeljük. Erről is majd mindjárt beszélünk. Most jó, sok mindent mondtál.
Maradjunk a kísérők, segítőknél, ugye itt, ahogy mondtad, hogy mi segít Frodónak, amikor már a legsötétebb pillanatai vannak. Ugye egy népmesében szintén ugye archetípusként jelennek meg a különböző segítő szándékú kísérők, akik vagy az egész történetben, vagy a történet egy részében kísérik a szereplőt. Érdekes módon a mesékben inkább csak egy szegmensben a mesének tűnnek fel, vagy az elején feltűnnek, esetleg adnak valamilyen mágikus tárgyat a főhősnek, amit aztán ő felhasználva vissza tudja hívni ezt a segítőt, amikor bajban van és kell a segítőnek a segítsége. A három szagában ez máshogy jelenik meg, ott végig, tehát vannak olyan karakterek, akik végig a főhős mellett maradnak. Ugye a Csillagok háborújában ez leginkább Luke esetén ugye Leiát, Hunt, illetve mondjuk R2-t és 3PO-t jelenti, meg nyilván Csubakká, de Csubakká az inkább Hunt-nak a kísérője, mint tudjuk. A Harry Potterben ugye Ront és Hermione-t természetesen ugye Harry mellett, a Gyűrűk urában alapvetően a szövetség tagjai, de leginkább Samu, a bátor és rettenthetetlen csavardi Samu, és tényleg ő az, aki az utolsó pillanatokban is ott van Frodo mellett, ugye, ha megvannak azok a jelenetek, akár a filmből, akár a könyvből, amikor már így a végzett hegyének a lábainál vannak, és Frodo már nem tud menni, és akkor Samu fölemeli, és viszi, és így mondja is, hogy lehet, hogy azt, tehát a gyűrűt nem vihetem helyetted, de téged elviszlek, és ugye felcipeli a hegyre. Tehát a Frodo esetében Samu szerintem ez a igen, személy. Abszolút. Abszolút, én is egyetértek ezzel. Tehát, hogy engem egyébként lenyűgöz mai napig is, hogy ebben a három univerzumban, amit ugye most szépen górcső alá veszünk, ugye kifejezetten ugye a Gyűrűk ura univerzumán keresztül, hogy milyen fantasztikus párhuzamok vannak, és ez a sikerük titka, ezeknek az elemeknek az integrálása, a történet szerves részévé tétele. És tényleg, ugye a továbbiakban is hamarosan látni fogjuk, hogy kik azok illetve mik azok az elemek, amik még ilyen gyönyörűen megjelennek. Úgy van, hát hogyha vannak segítők, akkor ugye vannak akadályozók is, és nagyon fontos kiemelni, hogy az akadályozók most ebben a jelentésben, ebben az értelemben nem függnek össze a főgonosszal. Tehát az akadályozók azok nem egyenlők a főgonosszal. Őszintén szóval, amikor én ezt összeállítottam, ezt a kis táblázatot, akkor mondjuk a Star Warsnál azért el kellett gondolkodnom, akadályozok. Hát ugye, főleg, hogyha az eredeti trilógiánál maradunk, hát ugye egy az egyben a birodalom, mondjuk Tarkint lehetne kiemelni így a negyedik részből. Igen. A Harry Potterben akadályozódak írtam, nagyon utálom azt a karaktert, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül, Dolores Umbridge-ot, a kis rózsaszín masnis kreálmányaiban. Igen, a Gyűrűk urában pedig akadályozónak lehetne mondani ugye Sarumant, de például akadályozónak tekinthető, ha már ugye Gandalfot és a halálát emlegettük, akkor a Balrog. Igen, aki ugye Mória bányáiban tűnik fel, és ugye állja az útjukat. És ugye szó szerint akadályozik. Igen, igen, és milyen érdekes, hogy a Star Wars-ban szintén ugye Vader a negyedik rész vége tájékán ugye az útjukba áll úgymond a szereplőinknek, de ugye Obi-Wan Kenobi az önfeláldozásával biztosítja azt, hogy a főhősök, ez esetben ugye a pozitív szereplők eljussanak oda, ahova kell. De ugye nem csak úgy, hogy időben és térben, hanem az áldozatával azt is biztosítja, hogy maguk a szereplők valamilyen szinten fejlődni tudjanak. Igen. És szerintem a Gyűrűk urában Gandalfnak ez az önfeláldozása, ez talán egy plusz energiával látja el a szövetséget. Tehát a szövetség igen, sőt, ugye a Harry Potterben ismert ott Dumbledore hagyja, illetve szándékosan ugye ott Pitonnal előre meg van beszélve, ez így van, hogy ez Piton így őt van. Meg fogja ölni, de ugye ez csak később derül ki, hogy az ott egy szándékos
dolog volt, és ott is tulajdonképpen ez majd hat ugye a karakterekre. Tehát itt valahol igen, a mentornak a halála az mindig egy ilyen persze nyilván szomorú, és ott lehet, hogy úgy tűnik, hogy egy pillanatra visszaveti a szereplőket, utána viszont mégis pozitív hatással gyakorol rájuk. Igen, tehát szükségük van. A másik az, hogy ha mellettük maradna a mentor, akkor nem tudnák beteljesíteni a sorsukat. Pontosan. Azt a sorsot, amit az adott univerzum rendelt nekik. Mert ugye Luke-nak is megvan a sorsa, ugye Harry Potternek is megvan a sorsa, hogy tudjuk kivel kiálljon ugye a történet legvégén, és ugye Frodo-nak is ugyanez a szerepe, csak ugye számára ugye el kell pusztítania az együrűt, tehát a küldetését kell teljesítenie, de mind a hárman küldetésen vannak. De ha ott marad a maga a mentor, akkor olyan erős támogatást biztosít, hogy maga a főhős nem, tehát nem önállóan vinné végbe ezt az egész küldetést, és ezáltal ez levonna az egésznek az értékéből. Tehát így még inkább tudjuk becsülni a fáradozásait magának a szereplőnek, tehát ez esetben Frodónak. Igen, és ez... Szerintem ez még mit... Bocsánat, elnézést. Szerintem ez még különböző, talán görög mitológiai történetekben is megtalálhatóak ezek a motivumok, tehát annyira ősiek ezek a motivumok, a mentornak a szerepe, illetve az, hogy áll ki a mentorált mögül, amikor már úgy látja, vagy úgy gondolja, hogy a magának a mentorált személynek önállóan kell dolgoznia, illetve boldogulnia. Tehát ez egyfajta, úgy is lehetne értelmezni, hogy egyfajta gyermekkorból való felnövést is szimbolizál. Tehát felnőtté válik, éretté válik a hős arra, hogy a sorsát, az útját beteljesítse. Igen, és érdekes, hogy most, hogy mondod ezt a görög mitológiát, ebbe pedig így bele sem gondoltam, de tényleg, hogyha viszont belegondolunk, akkor a héroszok mögött, ugye tényleg mindig áll egy nevelő, igen. Viszont ez a nevelő, ez általában egy idő után a háttérbe húzódik. Tehát általában ez úgy néz ki, hogy vagy elküldi a hőst egy kalandra, vagy magától indul el, de elhúzódik mögüle, hogy a hős maga ki tudjon teljesedni, fel tudjon nőni, úgy van. És tulajdonképpen most az is az eszembe jutott, hogy ez az írói fogás, hogy a mentor kilép a hős mögül, vagy azáltal, hogy meghal, vagy szándékosan tényleg csak hagyja, hogy a hős az magától járja az útját. Hogyha a görög mitológiákat nézzük, akkor kvázi ez a motívum, ez egyidős az emberiséggel ilyen szempontból. Igen, igen. És ezért annyira zseniális a Gyűrűk Ura. Mert Tolkien ezt nagyon jól tudta integrálni a történetében. És igazság szerint, amikor én úgy gondolom, hogy amikor Lukács megalkotta a saját űrfantáziát, vagy kozmikus tündérmeséjét, biztos vagyok benne, hogy ezeket az archetipikus elemeket dolgozta föl. Sőt, több szakirodalomban is olvasni egyébként, hogy a sikeres írók, akik univerzumot szeretnének építeni, azok mindezeket a formulákat próbálják így vagy úgy integrálni. Ez néha sikerül, néha nem. Most ugye három olyan univerzumot veszünk végig, ugye, ahol ezek szerintem nagyon jól sikerültek, és nem hiába gyűjtenek az egész világon több milliós rajongói tábort maguk köré, mert egyszerűen, tehát a Gyűrűk Urát is olvassuk, tényleg olyan érzés, mintha egy létező, lélegző világban járnánk. Tehát eleve a karakterek, a helyszínek, sőt maga a kultúra, vagy a kultúrák, amik megjelennek, a nyelvek, és ugye ezekről még nem is beszélgettünk igazán. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis Podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis
Vannak ugye a varázstárgyak, na most ugye itt általában a mesében a varázstárgyak azok segítő varázstárgyak, amiket általában a segítő személyektől kapnak, kevésbé gyakrabban, hát valamilyen akadályozó, vagy akár elpusztítandó tárgyak, és pont ebben lesz érdekes a gyűrűk ura. Nyilván nagyon sok tárgy van a különböző történetekben. Ugye a Star Wars-ban hát varázstárgynak minősül, idézőjelesen talán a fénykard, hát tárgynak nem minősül, de varázslatként felfogható ugye az erőhasználat. A Harry Potterben ott rengeteg varázstárgy van, tehát abban csak az van. Nyilván ugye itt a különböző pálcák lesznek a fő tárgyak. A Gyűrűk urában is rengeteg varázstárgy van. Ezekre majd még a második részben, tehát ennek a beszélgetésnek a második felében vissza fogunk térni, mint technológiai elemekre. Nyilván itt az egy gyűrű a központi varázstárgy, mint az összes többi gyűrűt uraló tárgy, amit ugye el kell pusztítani. Na, most én erről gyorsan ugrok is, és a Darth Vader-t emlegetted az előbb. A Darth Vader egy kicsit más kategória, és ugyanígy megvannak ezek a kicsit más kategóriák, és ahogy beszéltünk ugye a jóról és a rosszról, mint alapkoncepcióról, igen, mind a Gyűrűk ura, a Star Wars és a Harry Potter alapvetően tényleg nagyon érthetően tálalja, hogy kik a jó és kik a rossz karakterek. De mindegyiknél vannak, úgymond, úgy szoktuk hívni, hogy megváltásra szoruló személyek. Így van. Akiknél lehet, hogy az ember az elején azt gondolja, hogy ő gonosz, aztán közben rájövünk, hogy nem vagy nem annyira, vagy pedig a végén megtér, ha lehetne ezzel a vallási fogalommal élni. És érdekes, hogy népmesékben ez nem szokott előfordulni. Tehát ugye a népmese az tényleg alapvetően arra épül, hogy vannak a rosszak, vannak a jók, kész pont. Viszont már a bonyolultabb történeteknél, hogy úgy mondjam, ott szeretnek ezzel a megváltásra váró személy karakterével élni az alkotók. És ugye az Eredeti Csillagok háborújában ott van maga Darth Vader, aki konkrétan ennek a megváltásra váló személynek lett az alapkoncepciója tulajdonképpen, tehát ő Darth Vader, mint archetípusa ennek a fogalomnak, hát gyakorlatilag szinte a legutolsó pillanatban gondolja meg magát, és száll szembe Sidious-szal, és ugye utána ennek látjuk a hatását, amire most leginkább, ami alatt azt értem, hogy ugye ő aztán megjelenik, mint erőszellem, de hát ugye ő csak akkor jelenhet meg, mint erőszellem, hogyha ő a világos oldalt járta. És ugye itt volt egy érdekesség a felújított változatban, ha jól emlékszem, de majd kijavítasz, hogy eredetileg ugye az eredeti trilógia előtt, tehát az idős Darth Vader jelent meg, mint erőszellem, és az új trilógia után meg lecserélték ugye magára Hayden Christensenre, ha jól emlékszem. Igen, igen, ugye ez a felújított változat után, mert ha jól emlékszem, a felújított változat az valamikor 97-98 környékén jött ki, tehát néhány évvel az első rész előtt, és ugye ott még a Christensen még nem volt meg a szerepre, én úgy gondolom, vagy úgy emlékszem, és csak egy későbbi kiadásban, tehát valamikor a 2000-es években került be a Christensen féle karakter, mint Vader, vagy mint... ugye, hát inkább ugye Anakin, mert hogy ugye Anakin, pont bocsánat, azért is Anakin, cserélték le. Igen, ezt akartam mondani, mint Anakin Skywalker. Csak ugye az eredeti filmben ugye az a színész volt, aki ugye a maszk alatt is volt. Hozzáteszem, ha jól emlékszem, talán a negyedik részben nem az a színész volt, hanem egy testépítőt választottak erre a szerepre. Aztán ugye jött ugye a Vadernek a szinkron hangja, James. Aki egy más színész volt. Igen, ő egy afroamerikai színész volt, és az a
az a tipikus Vader hang, az tőle jött, mert ugye a testépítőnek, annak a színésznek, akinek nem jutott eszembe a neve, eléggé nevetséges hangja volt, amikor megszólalt, tehát nem festett jól ez a hang, és akkor úgy gondolták, hogy akkor lecserélik egy jobb tónusú hangra, de szerintem most nagyon elkanyarodtunk az eredeti témától. Na, szóval ugye Darth Vader, igen, nem baj, de Darth Vader, a Harry Potterben ugye szintén már emlegettük Pitont, a Gyűrűk urában pedig ugye Gollum, aki szerintem nagyon jól elő van adva a könyvben és a filmben is az ő rosszabbik énjével, ugye itt a Sméagol Gollumra gondolok, tehát a rosszabbik énjével való vívódása és az állandó veszekedés. Holott én úgy gondolom, hogy aztán ugye Gollumot nem sikerül megváltani, hiszen ő ugye a végén a Gollum énje felülkerekedik rajta, és ugye tulajdonképpen ez lesz a veszte, mert végül is ő a gyűrűvel együtt zuhan a végzett hegyének tüzébe. Van még egy megváltásra váró karakter a Gyűrűk urában. Tippelj! Első rész. Most már jó sokat segítettem. Meg is halódik a végén. Á, Boromir. Úgy van, nagyon Boromir. Jó. Boromir. Ő sokkal tipikusabban megváltásra váró személy, mint Gollum, hiszen ő meg is váltódik, tehát ugye ő végig ott ellenkezik velük, illetve ugye Frodótól is megpróbálja elszedni a gyűrűt, nem is egyszer, de ugye a halála előtt, én a Boromir halálára mindig azt szoktam mondani, hogy sündisznó, tehát a halála előtt ugye ott Aragornnak megvallja a dolgokat, és tulajdonképpen, mint megváltott személy, távozik az élők világából, hogy úgy mondjam. Na és akkor, igen? Én csak annyit tennék hozzá, hogyha szabad, hogy mint megváltandó személy, nem biztos, hogy például most visszatérve Gollumra, hogy neki meg kellett feltétlenül, úgymond meg kellett váltani. Én úgy gondolom, hogy inkább rajta kellett gyakorolni a kegyelmet Frodónak. Ez igaz. Az, hogy tud még egy olyannak is kegyelmet biztosítani, mint valamiféle krisztusi megbocsájtás, hogy úgymond a rossznak is meg tud bocsájtani, és tud vele humánus maradni, és megértő, és kedves. Tehát ez hozzájárult ahhoz, hogy ő meg tudja őrizni azt a pozitivitást, amit ugye társítottunk Frodóhoz, a félszerzethez. Úgy van. Ja, ez egy teljesen jó meglátás, na látod, erre se gondoltam. Na és akkor ugye a legutolsó az a főgonosz, ugye akit nyilván a legvégén kell legyőzni. Erről se beszélek most sokat. Star Warsban ugye Sirius, Harry Potterben ugye Voldemort, Gyűrűk urában pedig ugye Sauron. No, az adásnak a második felében, mert most már jól elszaladt velünk az idő, ugye egyrészt beszéltünk még arról, hogy az alkotás sikere ugye az univerzum építésben mutatkozik meg, és ehhez hozzájárulnak a nyelvek, a kultúrák és a fajok. Itt most én mindjárt megállok magánál a nyelvnél, hiszen a Gyűrűk uránál azt tudni illik, hogy Tolkien először nem a történetet alkotta meg, ugye ő irodalmár, illetve nyelvész volt, és ő kitalált egy nyelvet, a tünde nyelvet, ami aztán tulajdonképpen annyira megtetszett neki, hogy ráhúzott egy teljes univerzumot, és ez lett az egész Gyűrűk ura, Hobbit, Silmarillok, stb. Univerzum. Rengeteg kultúra, rengeteg faj jelenik meg benne. Ugye alapvetően, aki a Silmarillokat olvasta, az tudja, hogy a tündék vannak úgymond a legmagasabb szinten. Hát most ilyen nagyon csúnya szóval fogom mondani, hogy ők az árja faj. De... Igen. Igen. Illetve ők a tudásnak, és majd mindjárt erről beszélünk, a tudásnak az őrzői. Azon kívül ugye vannak az emberek, mint most megint csúnyán mondom, másodlagos faj, és a törpök, mint harmadlagos faj, de most itt már tényleg nagyon csúnyán elkülönítettem őket egymástól. Na, térjünk vissza a tündékre és a tündéknek a kultúrájára, meg a tündéknek a
tudására. A tündék tudása most ez varázslat, vagy inkább tudomány, és hát erre megint Samu fog ebben nekünk segíteni, aki többször, ugye egyszer Völgyzugolyban, egyszer Lórienben, hát ez inkább a könyvben van bent, mindig oda volt a tündéknek a tudásától, és mindig látni akarta az ő varázslatukat, és aztán Lórienben Galadriel ott kicsit fel is világosítja, hogy ez azért nem annyira varázslat, hozzáteszem, a Gyűrűk urában nem is varázsolnak kifejezetten, tehát nem úgy, mint a Harry Potterben. Igen, és, na, igen. Igen, és ezért érdekes számomra a Gyűrűk ura, és ezért fogott meg több mint 10 évvel ezelőtt a Gyűrűk ura, mert még a Harry Potterben nem is rejtik véka alá a mágiát, addig a Gyűrűk urában ez inkább a kozmoszról gyűjtött, illetve magáról a természetről gyűjtött ismeretek, tudásanyagban jelenik meg, és érdekes, hogy amikor ugye Samu áradozik, akkor Galadriel lehűti, hogy nyugodjon meg, ugyanis ez nem varázslat. Nem, hanem ugye tudás, vagy tudomány. Hanem ez egy, tehát nem is így fejezik ki magát, de emlékszem, hogy amikor olvastam, akkor többször újraolvastam azt a néhány mondatot, mert nekem annyira tetszett az, hogy ez már olyan szintű ismerete a természetnek, tehát egy olyan magasan fejlett kultúráról, civilizációról van szó a tündék formájában, akik már olyan szinten ismerik a természet erőit, hogy az ő tudásuk azoknak a fajoknak és kultúráknak, akik nem állnak olyan fejlettségi szinten, varázslatnak hat. Igen, és nekem erről mindig a fényképezőgép jut eszembe, ugye, amikor a különböző európai felfedezők eljutottak Afrikába, és akkor az afrikai őslakosok a fényképezőgépet valami démoni dolognak tekintették, ami rabul ejti az embernek a lelkét, vagy valami ilyesmi. Akár lehet ez is, igen. Tehát amikor két civilizáció, két kultúra találkozik, és az egyik mondjuk a másik előtt jár évezredekkel, de ugye a science fictionben sok ilyen példát láthatunk. Arthur C. Clarke regényekben, ahol például az idegenek lépnek kapcsolatban a földi civilizációval, tehát velünk, emberekkel, vagy ahol évmilliókat ugrunk előre az ember evolúciójában, és jelzárt városban mutatja meg az emberek, pontosabban az emberek leszármazottjainak életét, ahol olyan technológiák vannak jelen, amit sok esetben maguk az emberek sem értenek, és valahol nekem a tündék ide, ebbe a kategóriába sorolhatók be. Tehát valahova Arthur C. Clarke világába simán el tudnám őket képzelni, holott Tolkien és Clarke nem is állhatna egymástól ennyire távol az ő univerzumaikkal, mert az egyik ugye egy irodalmi mélységeket szerintem simán boncolgató és simán a szép irodalomban méltó helyet elfoglaló mű, a másik Clarke-féle pedig ott már a tudományos fantasztikumnak tényleg a legjava, az a non plus ultra, legalábbis számomra, Arthur C. Clarke. És Tolkien hirtelen számomra, amikor elolvastam a regényt, vagy a három regényt, egyenrangú félként kezdtem el kezelni a másik írót is, ugyanis a Gyűrűk urában a tündék, és ha ezt egy sci-fi rajongó, aki nagyon sokat olvasott, Clarke-ot, Asimovot, Lemet, Herbertet, és még lehetne sorolni a klasszikus sci-fi írókat, elolvassa, akkor simán az az érzése támad, hogy a tündék azok egy igen magasan fejlett technológiai civilizációnak a képviselői. Csak olyan szinten ismerik a természeti erőket, tehát a fizikai törvényeket többek között, hogy az ő technológiájuk már abszolút a varázslat világába helyeződik, hát holott
és ez Galadriel is megmondta, és megmondta a könyvben is, meg van mondva, hogy nem varázslat, hanem tudás. És ez a lényeg, és én szerintem ettől válnak a tündék a sok-sok science fiction műben elhelyezett szuperintelligens földönkívüli civilizációkhoz hasonló kultúrákká, vagy kultúrává. A másik az eszközeik. Tehát igen. Már az eszköz használatuk is arra enged következtetni, hogy igen magasan fejlett civilizációval van dolgunk. Igen, és most akkor erről ezekről az eszközökről fogunk beszélni a maradék negyed órában. Hát az egyik az annyira nem eszköz, de mondjuk úgy, hogy három eszközt hoztunk nektek. Az első az a lembaszkenyér. Nekem ez igen. Az egyik kedvencem. Nekem is, mert mint skifi rajongó, rengeteg korabeli skifiben találkoztam szuperélelmiszerekkel. Igen, ugye ezt a fogalmat amúgy is ismerjük, tehát most már vannak ilyen superfoodnak nevezett élelmiszereink, ez már benne van a köztudatban, aki nagyon ilyen bio meg egyéb egészséges úton, módon étkezik, az biztos ismeri ezeket. Tehát vannak már ilyenek, sőt, ezt még most gyorsan elmondom, ugye a lembaszkenyérnek az a lényeg, hogy eszel egy falatot, aztán jól laksz 3 napra a kis túlzással, mint ugye Gimli, aki ugye nem tudta, hogy ez micsoda, meg mire jó. Viszont tényleg, hát ugye vannak ilyen élelmiszerek már most is, ennyire ilyenek még nincsenek, de ugye gondoljunk azokra az igazi energiaszeletekre. Aztán például most találkoztam egy ilyennel, hogy ha jól emlékszem, az a neve, hogy food shot, shot, tehát ez, amit a rövid italt is ugye ennek mondja az angol, ugye ez a pici ilyen kis üvegcse, egy lötyi, egy folyadék van benne, és hát tele van mindenféle, tehát szénhidráttól elkezdve, ugye, ami egy rendes ételben is van, és ez tulajdonképpen arra jó, hogyha mondjuk valaki éhes, de nem tud éppen enni, de van nála egy ilyen, akkor megissza, és akkor utána azért egy kis teltségérzetet ad, illetve a tápanyagokat pótolja. Na hát a lembaszkenyér is valami hasonló. Igen, ugye kis helyen elfér. Talán ez az egyik legérdekesebb vonása. Én mindig úgy képzeltem el, mint valamiféle ostját. Úgy is néz ki a filmben, igen, meg a könyvben is. Mint valamiféle ostya, így van. És engem, amikor olvastam a regényt, engem lenyűgözött. Tehát érdekes, hogy általában a legkevésbé, amit föl szoktak hozni a Gyűrűk urával kapcsolatban, az a lembaszkenyér, pedig mennyire érdekes dologról is van szó, hiszen egy lényegében egy szuper élelmiszerről beszélünk, amit akár hosszú távú utazásokon, és ugye tudjuk, hogy a tündék ugye kvázi a Gyűrűk ura világában messziről érkeztek, tehát hosszú távú, mondjuk hajós, ez esetben akár űrhajós utazásokon is, tehát űrutazásokon is könnyedén szállíthatók, ugye száraz élelmiszerről van szó, tehát a szavatosság ideje is igen hosszú az ilyen élelmiszereknek, magas a tápanyagtartalma, keveset is fogyaszthatunk belőle, kis helyet foglal, súlytakarékos dolgokról van szó, és már tudjuk, hogy az ókori hajózásban is fontos volt olyan élelmiszereket szállítani a hosszú hajóutakon, de akár a 16.-17. századi hajóutakról is beszélhetünk, amik hosszú ideig elálltak. És a lembaszkenyér mindezt megvalósítja, és mint ahogy mondtam, több évtizedekkel ezelőtt írt science fiction regényben bukkannak fel ilyen szuper élelmiszerek. Most csak egy filmet fogok mondani, amit talán sok skifi rajongó ismerhet, ez a Zöld szója című film, habár ugye ott teljesen más a szuper élelmiszer előállításának a háttere és a módja. Itt azért nem állítom azt, hogy tündékből van a lembaszkenyér. Na jó, most majdnem elszpoilereztem a zöld szója. De szerintem mindenki filmet. Ismeri a zöld szóját. Érdemes megnézni, szerintem Charlton Heston egész jól játszik benne.
Lényeg a lényeg, hogy amikor olvastam a regényt, magát a Gyűrűk Urát, akkor nekem többek között a zöld szója is eszembe jutott róla, mint kitűnő tápanyagforrás, és mind egységes tápanyagforrás. De visszatérve erre, arra akartam csak kiukadni, hogy egy ilyen típusú élelmiszernek az előállításához olyan szintű ismeretekre van szükség a kémiában, a biokémiában, és úgy általában a biológiában, amit egy kuruzslással foglalkozó törzsi alapokon szerveződő, vagy egyéb primitív kultúra szerintem nem igen lenne képes kivitelezni. De még Tehát, mi sem. Igen, de még egyelőre még mi sem. Tehát pont ez az, hogy még mi sem. Tehát a lembászkenyér az a jövő szuper élelmiszere, ami talán megoldhatná az élelmiszerválságokat, az élelmezést, a hosszú távú űrutazásoknak a problematikáját, hogyan élelmezzük az űrhajósokat hosszú távon, és tök durva, hogy erre Tolkien hosszú-hosszú évtizedekkel ezelőtt már lényegében megoldást kínált a lembász formájában, és ebből is látszik. Tehát ez is az egyik bizonyíték arra, hogy a tündék igenis egy igen magasan fejlett és olyan civilizáció, akik a természet törvényeit, tehát a természet tudományokban igen járatosak. Mert ehhez, mint ahogy mondtam is az előbb, igen magasan fejlett háttértudásra van szükség ilyen anyagok, és pontosabban ilyen élelmiszerek előállításához. Oké, na menjünk tovább. A következő a tünde kötél, ami felfogható, mint nanotechnológia, hiszen magától működik, mert ha jól emlékszem, akkor ki is csomózza magát. Én úgy képzeltem el egyébként magát a tünde kötelet, amikor olvastam a regényt, és nem tudom, hogy a filmben benne van-e, mert én a regényt jobban ismerem. Majd mondjad, és mondom, hogy igen-e. De én a regényből ismerem a tünde kötelet, amit ugye magukkal vittek, mint eszközt. Bővített változatban amúgy van egy jelenet, amikor fölmásznak valami sziklás részen, ugye a simában csak az van, hogy Gollamot megkötözik, és ugye égeti a kötél. De hogy a bővített változatban van egy jelenet, amikor Samu valami sziklánál ott babrál, és akkor így mondja, hogy kár, hogy a kötelet itt kell hagyni, mert hogy nem tudjuk kicsomózni, és a következő pillanatban meg így konkrétan a kezébe esik a kötél, mert hogy kicsomózta magát. Tehát ez a bővített változatban megvan. Oké. Én ezt a regényből ismerem. Lényeg a lényeg, hogy én ezt úgy képzeltem el, hogy olyan nanorobotokból, tehát mikroszkopikus robotokból állhat a kötélnek az anyaga, amik apró kis horgok segítségével összeakaszkodnak. Ráadásul ugye magának a kötélnek az energiaforrás az valószínűleg mondjuk tegyük föl a nap lehet, mondjuk napenergiával tölti fel a saját beépített nagyon apró akkumulátorait, ugye minden egyes pici robotnak. Ráadásul ugye azért reagál a parancsokra, mert valamilyen szintű mesterséges intelligenciával van ellátva. Mivel ugye maguk a gépek, az apró kis gépek hálózatba vannak kötve, és egy hatalmas neurális hálót alkotnak. Ez így teljesen logikusnak hangzik. Na de most menjünk tovább, mert elég kevés az időnk. Még egy tárgyat hoztunk, ami még mindig nem az egygyűrű lesz, mert azt már kibeszéltük, hanem a palantír kövek, mint a modern telekommunikációs eszközök. Igen, abszolút fel lehet őket fogni annak is. És ugye, ha jól emlékszem, akkor ezek nagyon ősi eszközök. Igen. Tehát ezek nagyon ősi eszközök, amiket ugye többek között ugye Saruman is használt, ilyen követ, ilyen palantír követ. De Galadrielnek is volt. Igen, és több is létezett eredetileg belőlük, ha jól emlékszem, magában tehát a középfölde univerzumában több ilyen eszköz is létezett. Ha jól emlékszem, 9 volt összesen. Igen. Arra már pontosan nem emlékszem, kik alkották a palantír köveket, pedig ha rémlik, úgy rémlik, hogy a Silmarilokban ez benne van. Persze, hogy ne.
Pedig ugye az a baj, hogy ezt is nagyon régen olvastam már a Silmarillokat. Lényeg a lényeg, hogy ugye ezek az eszközök audiovizuális eszközök. Tehát úgymond Skype-olni lehet a segítségükkel. Ugye nem tudjuk, hogy milyen energiaforrást használnak. Az is elképzelhető, hogy valamilyen szinten mondjuk egy plusz dimenzióból nyerik az energiát. Tehát ez szintén ezek olyan technológiák, amik úgymond csodaként vagy varázslatként jelennek meg a Gyűrűkurában, de valójában a palantírkő sem csoda, hanem mai szemmel nézve egy technológiai eszköz. Tehát ez még mondjuk a 20. század elején még lehetett volna valamilyen szinten csoda, de már az akkori kor embere is szerintem elképzelhetőnek tartott már, ugye a telefont már a 20. század elején is ismerték, illetve hát használták is, illetve a távírót már korábban is használták, tehát miért ne lehetett volna elképzelni azt, hogy a képet is továbbítani lehessen, és ugye nem sokára ugye a rádió technológia fejlődésével, illetve a későbbiekben ugye a filmfelvevő technológiával, illetve ugye a televíziós technológia megjelenésével ez már realitássá vált maga a palantír, mint olyasmi. Úgy van. Tehát ugye a televízió, akár televíziós készülékként is föl lehet fogni ezeket a látóköveket, úgyhogy abszolút úgy gondolom, hogy ezek is simán beilleszkednek technológiai eszközként ebben az univerzumban. Persze lehetséges, sőt, biztos vagyok benne, hogy sok minden csak belemagyaráz az ember. De azért érdekes a Gyűrűk Ura univerzuma, mert én úgy gondolom, hogy legyen akármilyen beállítottságú az olvasó, mindenki megtalálja benne azt, amit keres. Pont azért, mert olyan elemekkel operál, amik kortalanok, időtlenek. Na és akkor hát erre vonatkozóan már csak egyetlen kérdésünk maradt. Hát az, hogy Skifinek szánt-e Tolkien a Gyűrűk Urát, az biztos, hogy nem. De hát ugye belemagyarázása, ahogy te is mondtad, egy Skifi rajongó tekintheti-e Skifinek a Gyűrűk Urát? Szerintem bizonyos elemeket igen. Például a tündék civilizációját, kultúráját, én úgy gondolom, hogy igen. Bizonyos eszközöket igen. Sőt, akár azt is el tudjuk képzelni, hogy a Gyűrűk Ura világa egy párhuzamos univerzumban létező Földön játszódik, ahol mondjuk több intelligens hominida faj fejlődött, és simán el tudom képzelni azt, hogy milyen evolúciójuk lehetett a különböző hominida fajoknak, hogy kitermeljék magát az embert, magát a tündéket, az orkokat. Persze tudjuk ugye a Gyűrűk Urából, hogy az orkok a megrontott tündék, ha jól emlékszem, akiket ugye a gonoszság megrontott, de lehet akár egy utalás arra, hogy ők az evolúciójuknak az egyik zsákutcái, vagy egy bizonyos szintű alkalmazkodás is lehet. Tehát így ilyen szempontból is lehet vizsgálni, hogy ez egy párhuzamos univerzum, sőt, ami igazán érdekes az, hogyha megvizsgáljuk például a Hosszú Föld sorozatot, amit Stephen Baxter és Terry Pratchett írt, érdemes olvasni, nagyon érdekes, ott például konkrétan a tündék, az orkok és a különböző mesebeli lények létezésére nagyon érdekes magyarázattal szolgál a végtelen számú párhuzamos világ létezése. Tehát simán el tudjuk a mai tudásunkkal, a mai ideáinkkal helyezni a Gyűrűk Ura bizonyos momentumait, a fantasztikum, azon belül pedig akár a tudományos fantasztikum világába. De én úgy gondolom, hogy próbáljuk meghagyni annak a Gyűrűk Urát, ami valójában egy fantasztikus történetnek, hősiességről, barátságról, áldozatról, és lényegében ez egy fantasztikus ősmese
ha úgy veszük, akár csak a Star Wars. Tehát a Star Warsról sem lehetne úgy beszélni, hogy az egy tudományos, fantasztikus történet. Nem, mert az a Star Trek. De az egy megint egy másik univerzum. De a Gyűrűk Ura maradjon az, ami. De hozzáteszem, hogy a sci-fi rajongók is igenis forgassák, olvassák, mert hihetetlen nagy örömet tud okozni olvasás közben. Lényegében tényleg egy gyönyörfaktor, minden egyes mondata olyan gyönyörűen van megfogalmazva, illetve fordítva Göncz Árpád által. Csak azért szakítalak félbe, mert lassan lejárt az időnk, de én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és megosztottad velünk ezeket a nagyon érdekes gondolatokat. Reméljük, hogy sok sci-fi rajongónak fölkeltettük ezzel az érdeklődését. És akkor én el is búcsúznék, a mai adásban itt volt velünk Ivanics Ferenc, utóbb is elmondom, hogy a Bakonyi Csillagászati Egyesület elnöke. Köszönöm szépen, ezt szerettem volna, hogy elmond. Igen, és hát akkor következő alkalommal pedig egy másik amatőr csillagász, Őrsi András lesz a vendégünk. A téma egyelőre még titok, de tartsatok októberben is velünk. Sziasztok! Hello, sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.